édesapám nagyon szerette a focit, és ő is focizott, ezáltal engem is úgymond a focirak nevelt. 2-3 éves korom óta focizok, és már régebb óta akartam csapatjátékban játszani, és csapatban, csak a városomban ez nem volt, tehát nem voltak erre lehetőségek. Szerintem egész jól alakult, sokat fejlődtünk, és egyre többen lettünk. Szerintem jól alakult a szezon. Több ember kéne, mindenkinek járni a kéne edzésre. És össze kéne hangolni a csapatot. Egy harmadik helyen elégedett lennék, szerintem, mert túlságosan le voltunk eddig maradva, mert nem volt elég ember, illetve cserénk, és nagyon nehéz volt így. Sportokért voltam oda, és 6 évesen döntöttem úgy, hogy én focizni szeretnék, és én már a 10. éve, hogy nem bántam meg ezt a döntésemet. Nagyon örülök annak, hogy a csapattársaim milyen kitartóak lettek, és most már jobban tudunk felkészülni, és egyre több az ember, aminek szintén nagyon örülök, és remélem, hogy így tudjuk folytatni ezt az idényt, és egy top 4-ben szeretném látni ezt a csapatot. Külső tényezők, például, hogy nagyon sok embert láttam, hogy focizik, így gondoltam, hogy én is megpróbálnám. Kipróbálnám, hogy milyen vagyok benne, hogy mennyire fog tetszeni. És igazából szerintem a mai lányok is ezért választják, hogy ki akarják magukat próbálni benne, vagy például a családtagjuk, esetleg apukájuk nagy foci szurkoló, és akkor, hogy a lányok is miért ne lenne focista. Szóval, mert ha valaki azt mondja, hogy női sportok, nem pont egyből a foci jutna neki az eszébe, hanem például a kézilabda, röplabda. Ez a foci a női téren nem igazán elterjedt, de ezért is kell ezt csinálni, hogy minél terjedtebb legyen, minél többen ismerjék meg a női csapatokat, és hogy a nők is ugyanúgy tudnak küzdeni, mint a férfiak, és ugyanolyan ügyesek is benne. Igazából, mivel én szeretem ezt a sportot, nem mindig az eredménnyel vagyok elfoglalva, hogy például a tabellán hanyadik helyen állunk, mert igazából élvezni kell ezt a sportot, és küzdeni kell a csapatért, küzdeni kell a társainkért, és tényleg élvezni kell. Nem azzal kell foglalkozni, hogy hanyadik helyen állunk, vagy hogy hú, most ez a meccs nem jól sikerült, akkor majd a következő jól fog sikerülni. Thank you.
véleményem szerint ez az őszi szezon kifejezetten jól alakult a csapat tudásához képest. Egyre többen járunk edzésre, ami nagyon jó, és egyre több mérkőzést tudunk megnyerni. Volt olyan, hogy az utolsó percben dőlt el, hogy kikaptunk, de ebből is tudunk építkezni, és kiemelném a Cegléd elleni idegenben játszott mérkőzésünket. Ott nagyon szépen játszott össze a csapat. A vége fele inkább nem is a gólra törekedtünk már, hanem arra, hogy passzolgassunk és játszunk. Számomra ez a mérkőzés nagyon jó volt. Ezt az őszi szezont értékelném, szerintem érdemes visszatekinteni az előző két évre, ahol mind a két csapatunk a kiemelt bajnokságban játszott, illetve hát ott koptattuk az iskolapadot. Olyan csapatok ellen, mint a Videoton, a Ferencváros, az MTK, ezek ellen a csapatok ellen. Hát nem volt könnyű pályára lépni, de a lányok nagyon szépen teljesítettek még így is. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ezeken a helyszíneken pályára lépni, és az itt tanultakat próbáltuk átmenteni erre az időszakra is, amit úgy gondolok, hogy sikerült is, bár elég nehezen indult el a szezonunk, ugye a járványra való tekintettel is, illetve hát edzőváltások is voltak, én is a 16-tól fölkerültem az U19-hez, a 16-nál két új kolléga érkezett, de a lányok tekintetében is elég rugalmas volt ez az időszak, tehát a váltás. Onnantól kezdve pedig a munkára helyeztük a hangsúlyt, és úgy vettük észre mind a két korosztálynál, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban játszanak a gyerekek, az újakat sikerült beépíteni a csapatba, és ez hozta meg azt az eredményt, hogy mind a két korosztályban. A kicsiknél, ha jól tudom, az ötödik helyen zártak 10 ponttal, mi pedig az U19-el 7 ponttal a hetedik helyen tanyázunk. Hát nyilván ez tényleg nem a reális kép, mert ugye a vírus az mindenkit érintett, tehát nem tudjuk, hogy az erőviszonyok itt hogy alakulnak, de úgy látom, hogy mindenki a lehető legtöbbet megpróbálta megtenni, illetve kihozni abból a helyzetből, amiben most vagyunk, akár az ellenfél, akár a mi csapatunkkal kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a mutatott játékkal, a hozzáállással. Az, hogy esetleg eredményekben nem mindig az jött ki, amit terveztünk, kifele pattantak a labdák, szoros mérkőzéseket tudtunk játszani, tehát ezek nagyon biztató jelek a jövőre nézve. Ahogy eddig is, nem elsősorban az eredmény volt az elsődleges cél, hogy mi most itt mindenkit megverjünk, vagy az első háromba bekerüljünk. Úgy gondolom, hogy az utánpótlásban nem is ez lenne az elsődleges cél. Tehát itt a gyereknek, vagy gyerekeknek az, hogy élvezzék, amit csinálnak, szeressenek járni, megszeressék a labdarúgást, egy olyan csapat alakuljon ki, ahova szívesen járnak. Nyilván emellett ugye azért egy egyesületről beszélünk, ahol dolgozni is kell mellette, tehát nem csak eljárunk, hanem kemény munka is folyik a csapatnál. Hogyha ez a munka, ami folytatódik most, ez meg lesz, illetve a lányok tudnak még rátenni egy lapáttal. Én úgy gondolom, hogy ha valaki dolgozik, a szerencse mellé áll, és akkor ebből fogunk tudni majd előrelépni. De mondom, nem ez az elsődleges cél. Mi is, ahogy említettem, 7 ponttal állunk az U19-nél. Azt mondják, a 7 a teljesség száma, hát nyilván szeretnénk még ehhez hozzárakosgatni.
Ehhez az kell, hogy a lányok is jöjjenek edzésre, mi lelkesek vagyunk, van egy kemény mag, ami dolgozik, akik nem tudnak eljárni edzésekre, azok otthoni feladatokkal készülnek. Úgyhogy ennek ha ezt a képletet összeadom, és az egyenlőségjelet nézem, úgy gondolom, hogy ennek nem lehet egy rossz eredmény a vége. Hozzá kell tenni, hogy novemberben kerültem ide az akadémiára, és nagy lelkesedéssel fogtam bele a munkába, és valóban elég gyorsan kellett azonosulnom ezzel a ténnyel, hogy elég kevesen vagyunk. Erre már az egyesülettel együtt sikerült lépéseket tenni, hogy kicsit a edzéseken és a mérkőzéseken is többen legyünk. Ezáltal úgy gondolom, hogy a munkamorál is emelkedni fog a edzéseken. Azt, hogy milyen a megítélés, én úgy látom az elmúlt két és fél hónapban, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy van női foci, tehát ebbe is próbálunk minél gyorsabban lépéseket tenni, meghirdetni, illetve a csapatom összetétele alapján is nagyrészt a vidéki kisebb városokból, falukból gyűlt össze a csapat. Talán ott még többen lemennek szabadidegbe mozogni, és mivel gondolom ott is a labdarúgás a fő sportág, ezáltal a mozogni kívánó lányok azok a fiúkhoz beállnak. Szeretnénk ezt is feltérképezni minél gyorsabban is az időzőjelben a U16-ot, U19-et elsősorban mondhatni, létszámilag feltuningolni egy kicsit. De ugyanakkor az egyesülettel megint csak karöltve szeretnénk minél kisebb korosztályokat elindítani, külön lány korosztályokat, vagy legalábbis lánycsapatokat. Ebbe is próbálunk minél gyorsabban előrelépni. Mondhatni azért elég gyerekcipőben legalábbis a fiú utánpótlása összehasonlítva, gyerekcipőben jár még mindig szerintem Magyarországon. Ezáltal én azt is mondom, hogy nagyobb perspektíva is van egy lánynak elkezdeni most futballozni. Itt nyilván a kevesebb létszám alapján, illetve ugye a fejlődésük kicsit hamarabb elindul a pubertás korba, tehát a terhelhetőség is azt mondom, hogy már 12-13 évesen elindul. Ugyanakkor nyilván a koordinációs képességek, kisjátékok, labdaügyességet vesszük alapul. Mondhatni most is azért a U16-nál én erre hangsúlyozom, vagy erre az edzéseket nagyrészt úgy építem föl, hogy mindig legyen 20-25 perces ügyességi feladat. Említettem, hogy szeretnénk minél fiatalabb lányokat mozgásra, rendszeres edzésekre meghívni. Itt nyilván nem elsősorban a profi labdarúgásról kell beszélnünk, főként fiatalkorban, hanem az egészségességről, vagy esetleg a rendszeres testmozgás elsajátításáról, illetve hogyha ők nagy lányok lesznek, akkor az ő gyerekük biztos, hogy a labdarúgásban fog elsősorban vagy a labdarúgás próbálja majd elsősorban ki. Úgyhogy szeretettel várunk minden arra alkalmas, vagy éppen sportolni váló kislányt, de ugyanakkor fiúkat is. De mivel mi a lány korosztályokért felelősek vagyunk, ezért nagyon szívesen látunk bárkit. A többit meg edzésen meg lehet tanulni, és mi azon vagyunk, hogy megtanítsuk. Thank you.